Nem mindennapi élményben volt része a Retro Rádió hallgatóinak. A Bocskor péntek reggeli adása az augusztus 28-án szombaton kezdődő nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató helyszínéről, a kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázisról szórakoztatta hallgatóit. Bocskor Gábor élőadásban egy Gripenből kényszerítette leszállásra a reggeli show műsor rajongóit, akik a Magyar Honvédség Airbus utasszállító repülőgépén utaztak. Én azt látom, hogy ez egy hihetetlen profi, korszerű hadsereg, ahol gyakorlatilag most nem elkatonáskodunk, hanem ez egy nagyon-nagyon komoly foglalkozás. Nagyon komoly tudás van mögötte, tényleg akár egy harckocsiba, ha beülsz, az nem elindítok egy ifát, hanem oda nagyon-nagyon komoly tudás kell. És miután azt tapasztaltam, hogy a Magyar Honvédség a legeslegkorszerű technikákat próbálja felszerelni a hadsereget, teljesen megváltozott az imidzse is. Tehát a katonák is másak, és az egész tényleg az a szó jut eszembe, hogy profi. Tényleg már-már ilyen hollywoodi, hogy az lehet használni, de tényleg egy hihetetlen profi csapat, egy profi szervezet, nyilván a maga funkciójában, és egy kívülálló laikus személyre meg egyszer lenyűgöző. A reggeli műsor rajongóit szállító Airbus pilótafülkéjéből Lovász László műsorvezető közvetített a levegőben zajló műveletről. Hatalmas élmény volt. Az Airbusszal repülni, arról mindjárt beszélek, de egyáltalán a Magyar Honvédség működésében egy picit belelátni, ezekkel a fiúkkal meg lányokkal találkozni, hogy elképesztő minőségű emberek, hát imádtam együtt lenni mindannyiukkal. Jókedvűek, felkészültek, hihetetlenül ott vannak a szakmájukban, kedvesek, jó velük együtt lenni, jó velük beszélgetni, ez valami fantasztikus élmény volt, és a gépben előn ülni, hogy látni mindazt a dolgot, amit utasként már valószínűleg átéltem. Tehát érzem, amikor a gép fordul, érzem, amikor felszállunk, leszállunk, de azt, hogy látom, hogy emberi kéz megmozdít egy ekkora gépet, és hogy kommunikálnak, hallom, hogy mi történik, tudom, hogy mi fog történni, értem, és utána ők ezt csinálják, azt csinálják, azt csinálják, és a gép szépen reagál, és csinálja, és mindezt közben látom, és közben így Magyarországra föntről lenézni, egyébként még az idő is olyan volt, hogy a felhők alatt az elég jól lehetett látni mindent, ez életem egyik legnagyobb élménye volt. A Bocskor rajongóit egy másik Gripen vadászrepülőgépen Maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos közelítette meg. Csak szeretnénk megmutatni az egész lakosságnak, hogy ez egy rendkívül szexi és trendi új sereg lett. Ugye ez nem azt jelenti, hogy korábban nem lett volna az, de nyilván egy teljesen más világban, teljesen más körülmények között, más technológiai fejlettségen lévő seregnek a képe él még az emberek fejében. Ez a sereg ma már nem az a sereg, mint ami az emberek fejében van. Ezért rendkívül fontosnak tartom, és nagyon örülök, hogy a parancsnok úr így az élére állt a folyamatnak, hogy megmutassuk az embereknek, hogy ez mind intellektuálisan, mind megbecsültségben, társadalmi státuszban, és egyébként a hivatásuknak az alap funkcióját tekintve a hazavédelmében egy rendkívül jó perspektíva és egy olyan fejlődési lehetőség egyénileg is számunkra, amire érdemes csatlakozni. A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató egész hétvégén várja az érdeklődőket Kecskeméten.